Krisztus szent testének és vérének ünnepén és egyben a 2020-as budapesti eucharisztikus világkongresszusra készülve még inkább átérezzük annak az igazságát, hogy Jézus nem hagyott árván bennünket. Nem csak a lelkét hagyta itt nekünk pünköstkor, hanem a testét és vérét is, mondta az úrnapi szentmisén Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor hozzátette, bár a többi szentség által is árad ránk Isten kegyelme, a legérzékelhetőbb módon az Eucharisztiában találkozhatunk vele nap mint nap. Az Eucharisztia egyrészt táplálék, másrészt az állandó jelenlét biztosítéka és misztériuma. A szeretet csodája, ahogyan az ő jelenléte láthatatlanul is áthatja a világot, annak minden gonoszsága és árulása ellenére. Ez a mi reménységünk igazi oka. Világunkban semmi nem történik véletlenül, a gondviselő Isten áthatja és fenntartja a mindenséget. Esőt hullat, igazra és gonoszra egyaránt, ő az, aki felszárítja az esőt és a könnyeinket is, kenyeret ad éhezőknek és azoknak, akik hisznek benne, meg azoknak is, akik nem. A mi dicséretünk nem teszi nagyobbá őt, nekünk azonban javunkra válik. Azokon pedig mosolyog, akik nem számolnak vele, vagy még a létezését is tagadják. A főpásztor hangsúlyozta, mi, akik belőle táplálkozunk, hisszük, hogy az örök élet kenyerét vesszük magunkhoz, és a halál nem fog végérvényesen uralkodni rajtunk. Krisztus teste és vére egyesíti is a benne hívőket, a körmenetben pedig fizikailag is követjük őt, arra kérve, hogy életünk minden útján járjon előttünk és erősítse bennünk az örök élet hitét, mondta beszédében Ternyák Csaba. Az ünnepi mise végén a körmenet a Székesegyház falai között zajlott a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.